Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Novák előtt képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, Izrael által támogatott választásokat betiltó, tüntetőkre lövető csádi diktátor karhatalma lesz a Magyar Honvédség a kormány előterjesztése szerint, ami most jókat mosolyognak a kormánypárti képviselők. Pedig már jelenleg is afrikaiakat képeznek lövészetre a magyar honvédek a Szahara déli részén lévő Maliban. Jövőre tehát Csádba is küldene a kormány már egyenesen 200 katonát, a szerepvállalás költségét pedig titkosítja a kormány, amivel szemben egy módosító javaslatot is benyújtottam. Eközben Pintér Sándor és Rétvári Bence azt magyarázza a határt védő rendőreinknek, hogyan vonuljanak vissza fülüket, falkukat behúzva, ha fegyver ropogást észlelnek. A magyar kormány Afrikát a lehetőségek kontinensének nevezte, és a kaszinó koncesziókon milliárdossá vált honvédelmi miniszter az elsivatagosodó Csádba ömlesztené a támogatásokat, többek közt orvosi missziók és mezőgazdasági fejlesztések formájában, melyekre szintén itthon volna szükség, hiszen például Matolcsi György nyilatkozata szerint a magyar élelmiszeripar a második legkevésbé versenyképes az EU-ban Bulgária után. Csádban 2021 áprilisában meggyilkolták a 30 éven át hatalmon lévő államfőt, Idriss Déby Itnót. A hatalmat átvevő hadsereg másfél évig tartó átmeneti időszakot hirdetett az ország ideiglenesen elhunyt az elhunyt államfő fia, Mahatma Idriss Déby lett. Azonban ígéretük ellenére másfél év után sem adták át a hatalmat a népnek, nem volt választás, helyette 2022. októberében bejelentették, hogy 2024-re halasztják a választásokat. Emiatt tüntetések indultak, de az ellenzéki szervezetek tevékenységének felfüggesztését és kijárási tilalmat rendelt el a csádi miniszterelnök, miután több mint 50-en meghaltak és több mint 300-an megsebesültek a kormányellenes erők tüntetésein. Határozottan elítélem a tüntetések elnyomását, amelynek következtében emberek haltak meg Csádban, nyilatkozta akkor az Afrikai Unió Bizottságának elnöke. Tisztelt országgyűlés, 2023. márciusában több mint 400 kormányellenes lázadót ítéltek életfogytig tartó börtönre Csádban, nem éppen jogállami keretek között. A per csak egy hónapig tartott, egy börtönkomplexumban folytatták le, zárt ajtók mögött, a független média kizárásával. A 2024-re tolt választás így felettébb kérdéses. A tüntetők közé lövés jövőre Csádban már akár a Magyar Honvédség feladata is lehet, ahogy arra múlt heti közleményemben is felhívtam részletesen a figyelmemet. Rendkívül és különösen farizeus a KDNP vezérszónoklatának álláspontja, miszerint hát nagyon nemes célokat, békefenntartást fogunk mi ott ellátni. Egy szót sem ejtve arról, hogy hát miféle béke az, ahol 50-en meghaltak, több mint 300-an megsemesültek kormányellenes tüntetéseken, miféle béke az, ahol 400 kormányellenes tüntetőt ítélnek életfogytig tartó börtönre egy hónap alatt zárt ajtók mögött lefolytatott bírósági eljárás során. Egy szót sem ejtenek arról, hogy milyen elképesztő állapotok vannak ott, és azzal áltatják a magyarságot, hogy majd ott meg lehet fékezni. Azt a migrációt, ami Magyarországot elsődlegesen nem is abból az irányból fenyegeti, sokkal inkább Ázsia felől, az afrikai migrációnak a legnagyobb veszélyeztetettje nyilvánvalóan mondjuk Olaszország. Tehát, hogyha mi elsődlegesen a határunkat szeretnénk megvédeni, akkor azt természetesen más eszközökkel, és egyébként máshol is kellene, elsődlegesen a magyar határon, és az eszközök tekintetében hadd emeljem ki azt a bírságot, azt a akár több ezer eurós helyszíni bírságot, amivel sújtani kellene a figyelmeztető feliratok és kerítés ellenére áttörő, fizikailag is károkat okozó
bűnbánó, törvénysértő migránsokat. Normális esetben egy több ezer eurós helyszíni bírság, egy több millió forintos helyszíni bírság elvehetné a kedvét, elterjedhetne ennek híre nyilvánvalóan, és az első egy-két ilyen eset után azt gondolom, hogy nem is kellene olyan mértékben áldoznunk a határvédelemre, mint ahogy most láthatjuk, hogy milyen elképesztő kiadásokat, terhet jelent ez a magyar költségvetésnek is. Ez a több ezer euró sokszor igenis a migránsok zsebében lapul, sokszor igenis készpénzben fizetik ki a migránsokat, tehát el lehetne tőlük ezt venni helyszínbírság formájában, és ez nem jelenti azt, hogy utána Magyarországra be kellene fogadni, vagy börtönbe kellene őket zárni. Természetesen az idegenrendészeti eljárást is külföldön kell megvárja a kérvény benyújtó fél természetesen. Tehát Magyarországnak van lehetősége arra, hogy akár helyszíni bírsággal, akár például a mobiltelefonok bűjjelként való lefoglalásával ezt megtegyék. Hiszen az embercsempészek felderítését is megkönnyítené, hogyha nem csak visszataxisztatnák ezeket a migránsokat, hogy újra próbálkozzanak egészen addig, amíg aztán ez nem sikerül, nem csoda, hogy százezres számban mehettek már át Szlovákia felé is a migránsok Magyarország területén, hiszen amíg minden következmény nélkül csak visszataxisztatják őket a startvonalra, akkor nem csoda, hogy ez a következmény. Éppen ezért kellene teljesen emberséges módon, tehát hiába mondta itt miniszterelnök úr a legutóbbi azonnali kérdések órájában, hogy őt nem viszi rá a lélek, hogy ezeket a nyomorult embereket megbírságoltassa. Nem azt mondtuk, hogy vegyék el a cipőjüket. Azt mondtuk, hogy vegyék el azt a pénzt, ami az embercsempészeknél köt neki. Azt mondtuk, hogy vegyék el azt a mobiltelefont, amit bűjjelként igenis le kell foglalni. Ezek java korabeli férfi emberek jellemzően, tehát akiket miniszterelnök úr itt nyomorult emberekként ábrázolt, azok erőszakkal áttörik a határkerítést, és manapság már nagyon gyakran lőnek is a határt védő rendőrökre vagy határvadászokra. Ennek véget kell vetni. És hogy milyen feladat vár ránk Csádban, hát a részletekről most nem igen lehet tárgyalni, hiszen egy szex videó botrány miatt a minap lemondani kényszerült a csádi honvédelmi miniszter. A Mi Hazánk mozgalom szerint itthoni szolgálatért például a határon kellene tisztességesebb javadalmazást és hadgyakorlatokat biztosítani a magyar katonáknak, aki pedig nagyobb kalandra, gyakorlatra vágyik, annak ott van például a francia idegen légió. Eközben Izrael egyre nagyobb befolyást szerzett Csádban, miután a zsidó állam az 1967-es háborúban elfoglalta a palesztin területeket. 22 afrikai ország közül Csád volt még a második, amely tiltakozásul felszámolta kapcsolatait Izraellel, de idén februárban a csádi elnök megnyitotta újra országa izraeli nagykövetségét, mintegy 50 évi diplomáciai szünet után jelentette büszkén az izraeli sajtó. Láthatjuk tehát, hogy mik vannak még a háttérben. Apropó, az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát is kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, ahogy Irakban és Csádban sincs keresnivalójuk a magyar katonáknak, inkább az immár automata fegyverekkel is ostromló déli határkerítésünknél kellene szolgáljanak honvédjeink. Magyarország terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt. Egy egész lövész szakaszt állomásoztat a magyar kormány Libanon és Izrael határán, ahol evakuálták is a lakosokat. Már rakéta találat is érte az ENSZ békefenntartó erőinek főhadiszállását Dél-Libanonban. Ez tehát nem a mi háborunk. Hajlandó-e az Irak megszállásában résztvevő honvédjeink hazahozatalára a kormány? Tettem fel a kérdést legutóbb néhány hete miniszter úrnak, de egy gumiparagrafusra hivatkozva titkosította lényegében ezt is. Ahogy a mai napig sem számoltak el a csúfos bukásra végződött afganisztáni megszállásban való részvételünk költségeivel sem, nem tudhatjuk, hogy mennyibe került a magyar adófizetőknek ez. Én azért kimondom, becslések szerint 75 milliárd forint. És abszurd módon most 200 honvédet küldene a kormány még Csádba is, miközben a déli határunkon volna szükség rájuk, ahol migránsok lőnek a rendőrökre. Az Ukrajnában zajló háború miatt is fontos volna, hogy a honvédek ne a világ másik részén, hanem gyorsan mozgósítatóan hazánk biztonságát segítsék inkább. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az 1848-as márciusi ifjak követelését ma is vallja, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre.
Sajnos hiába szorgalmaztuk eddig az iraki megszállásban való részvételünk befejezését, miután az ottani parlament néhány éve döntést hozott a külföldi csapatok hazaküldéséről, de a magyar kormány sajnos azt közölte, ott maradnak a magyar honvédek. A NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett, például a nehéz légiszállító kapacitás biztosításával. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom honvédelmi szakpolitikája. Az idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyeznénk előtérbe a hadseregfejlesztés során. Említettem már ugye a nehéz légiszállító kapacitást, de említhetnénk a Gripenek légi utántöltésének biztosíthatóságát, miközben egy tank berepülhetik a Kárpát-medencét. Tehát finoman szóval nem elsődleges prioritások volnának ezek. A nehéz légiszállító kapacitás is nyilvánvalóan inkább az afganisztáni, iraki és hasonló megszállások miatt szükségesek. Viszont az erre költött 100 milliárdokból inkább, ugye csak Afganisztán 75 milliárd, vagy még több. Szóval ezekből a 100 milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek. Tisztelt Országgyűlés, végül hadd figyeljem fel figyelmüket arra, hogy hazánk számára a legfőbb biztonsági kihívás 2014-15 óta a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés is érte Magyarországot, sőt, 2 évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén a nyugat által felfegyverzett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon és akár Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarcuk miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat, ezért különösen gyalázatos, hogy akár az oltatlanokat, akár az idősnek hívott 40 éves, 41-2 éves őrnagyokat is elzavarták a honvédségtől, miként azokat a hazafiakat is, akik akár egyszer kapcsolatba mertek kerülni mondjuk a 64 vármegyék ifjúsági mozgalommal, és sorolhatnánk még azokat a konkrét eseteket is, amiket hiába vázoltam a honvédelmi miniszternek, füle botját sem mozgatja, én már nem is tudom hányadik honvédelmi miniszter, hogy hazafiakat szorítanak ki a magyar honvédségből, talán valamiféle nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva a belső iratokban, de hát ebbe betekintést nem kap az soha, akit hazafiként eltanácsolnak a honvédségből. Éppen ezért volna szükség, hogyha már ilyen gyengeséget mutat a magyar fegyveres erők, és ha már az is felettébb kétséges, hogy szövetségeseink segítenének egy ilyen akár ukrán támadás esetén, ezért volna szükség, és ezért kellene a Mi Hazánk mozgalom szerint inkább itthon állomásozzanak és gyakorlatozzanak a honvédjeink az izraeli határ, Irak vagy akár Csád helyett. Köszönöm figyelmüket!